Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Sportál TV nézőit, ez itt a Three and Out, az amerikai futballal foglalkozó magazinunk. A stúdióban szokás szerint itt van velem Kerek István, a Networknél kommentátor és Katona Dániel, a Fűzővel kifelé főszerkesztője. Sziasztok! Három izgalmas és egy nem annyira izgalmas meccsen vagyunk túl, Dani? Ez egy szuper hétvége volt szerintem összességében, úgyhogy nyilván szeretjük a divisional kört, hiszen 8 legjobb csapat, csak 4 meccs van, most már eléggé lehet koncentrálni mindegyikre, és azért 4 szuper meccs van összességében. Úgyhogy én nagyon jól éreztem magam a hétvége során. Ráadásként el is találtuk, hogy ugye 3 hazai, és melyik lesz az idegenbeli. Nem árultad el múlt héten, hogy melyik lenne az a meglepetés csapat, amelyiket szeretnéd, hogyha nyerne vendégként? Én a Packers-t mondtam, hogy az tovább juthat. De hát végül ez nem jött össze. De összességében egyébként tényleg láttunk 16 negyedet összességében, ebből 14 nagyon jó negyed volt, és igazából egy olyan mérkőzés volt, ahol a második fél időben nagyon szétnyílt az olló két vége egymástól, de nyilván erről is beszélünk majd hosszabban, úgyhogy én itt most az első elején nem rabolnám ezzel az időt. Na, hát akkor érkezzen állandó rovatunk, a jó, a rossz és a csúf. Dani, nálad mi a jó? Ugyanilyen mindegyik meccsről beszélni fogunk, ezért most direkt nem onnan akartam hozni, hogy én rámegyek én az edzőkeresős, general manager keresős vonalra. És nálam a jó az Jim Harbaugh kinevezése, ugye a legfrissebb mai éjszakai hír, hogy a Chargers kinevezte Jim Harbaugh-t, a Michigan főedzőjét, a főedzőjének, és mostantól ő fogja vezetni a Los Angeles-i csapatot. Szerintem az egy tök jó kinevezés, azért Harbaugh-ról tudjuk, hogy mindenhol győztes csapatot tudott csinálni, úgyhogy egy rosszabb helyzetbe vett át, hogy a Stanfordnál, Fortinánynél, Michigannél is egy ugye, hogyha csak az NFL-nél maradunk, akkor a Fortnite az előtte 8 évig nem volt pozitív szezonnal, utána igen. Egyből 3-szor playoff és 2-szer főcsoport döntő, igen, jól emlékszem, és egy Super Bowl. Úgyhogy azt is láttuk, hogy gyorsan tud ebből egy jó dolgot csinálni. Chargersnél azért nem feltétlenül adott minden ahhoz, hogy itt egyből nagyon magasra tegyék a lécet, mert jelenleg a keret azért az nem olyan jó, és túl is fizetett, és nem állnak túl jól a fizetési zsapkával, szóval itt most lesz egy, szerintem egy év átmeneti időszak azért várható, de a második évtől szerintem reális elvárás egy playoff, és akár playoff győzelem, és akkor 3-4 év múlva meg most ki lehet tűzni, hogy akkor konferencia döntőjét mennek, mert hárba egy jó edző, az egyértelmű. Azt is látok, hogy jó koordinátorokat szokott tudni kinevezni maga alá, most azt még nem tudjuk, hogy most kiket hoz magával, de ez mindenképp egy pozitívum. Az egy másik kérdés, hogy Harbaughnak azért van egy stílusa, személyisége, ami nem mindenkivel összeegyeztethető, és nem mindenkinek tetszik, és többször is előfordult már azért, hogy ez nagyon jól megy ideig, és akkor utána összeomlik, szóval meglátjuk, mi a vége, de alapvetően ez egy elég jó szerződtetés volt szerintem. Ráadásként ugye volt irányítója a Chargersnek. Nálad mi a jó? Én egy kirúgást hoztam. Mint jó? Igen, mint egy jó döntés a csapat vezetése részéről. Nagyon szép volt egyébként az, ahogyan a Green Bay Packers védelme a rájátszásban fellépett, akár a Dallas Cowboys ellen, akár pedig a 49ers ellen, de meghúzták azt a döntést, és meghozták azt a döntést, amit hát nagyon-nagyon sokan reméltek, hogy a holt szezonban erre sor fog kerülni, és nem is nagyon várakoztak sokáig. Eltávolították a védőkoordinátort a posztjáról. Joe Barrynek úgy, hogy innentől kezdve nincsen állása, legalábbis ugye jelen állás szerint, aztán lehetséges, hogy kap majd egy újabb lehetőséget, akár NFL szinten, akár pedig egyetemi szinten, nyilván nem feltétlen védőkoordinátorként, hanem visszaléptetik adott esetben pozíciós edzővé, de ez a Green Bay Packersnek mindenképpen jó, mert ebben a védelemben sokkal több van, mint amit Barrynek sikerült kihoznia belőle. Úgyhogy Kristóf is biztos, hogy néz minket, nagyon boldog, hogy végre megtörtént, amit mantrázott. Mi a rossz nálad, Dani? Rossz nálam Tom Telesco kinevezése a Raiders-höz, ugye general manager posztra. A Chargers-nél volt eddig general manager 10 évig, 11 évig, sokáig, nagyon sokáig. Igen, jól is sikerült, azt hiszem egyetlen egy playoff győzelmük volt, egyetlen egy sem talán, most hirtelen nem emlékszem, de hogy nem annyira sikerült a sztori, és nagyon ritka az, hogy valaki volt general manager, onnan kirúgják, és aztán megint general manager lesz. Tehát ez alapvetően is ritka. Az, hogy egyből megy egy másik csapathoz, az még ritkább. Az külön vicces, hogy azután a meccs után rúgták ki, amikor a Raiders-öket megvert 63 akármennyire, szóval 40 ponttal, akkor rúgták ki a Telescót, és akkor most a Raiders őt szerződtette, ami
Nem gondolok egy jó döntésnek a részükről, mert Telesco nem rakott össze egy jó keretet igazából a Chargersnél. Jöttek a sztárok, túl lettek fizetve, nem jöttek be. Azért ez többször is előfordult az utóbbi 4-5-6 évben, tehát annél mindenképp többet vártunk a Chargers-től ezekben a szezonokban. És nagyon nem jött össze, nyilván nem csak az ő felelősség edzői dolog is, de ő nevezte ki a főedzőt is, tehát igazából nyilván az is az ő döntési jogköre végül is. Úgyhogy nem vagyok ezzel elégedett a Raiders oldaláról. A draftjai az utóbbi időben nagyon nem jöttek be, nem is jó a folyamat, mert egyetlen sem cserélt még hátra a drafton, ami külön megmosolyogtató. És szerintem ez egy rossz döntés volt a Raiders-től. Hallod, mi a rossz isti? Maradok a Raidersnél, de nem azért, amiért kinevezték Antonio Pierce-t vezetőedzőnek, hanem azért, mert az, ami ott kezd kialakulni, az elindulhat egy nagyon-nagyon rossz irányba, mert nem is nagyon interjúztak mást a posztra, tehát összességében nagyon hasonló volt a helyzet, mint ami a New England Patriotsnál Jared Mayo esetében, tehát hogy persze beszéltek arról, hogy érkezhet majd XYZ, akár Harbaugh is fölmerült, mint esetleges érkező, a vezetőedzői posztra végül Pierce maradt, amivel önmagában véve látva azt, hogy a játékosok hogyan rezonáltak vele, hogy Max Crosby is elmondta, hogy vagy maradt Pierce, vagy ő más csapathoz akar szerződni, és más csapathoz akarja áttenni a székhelyét, és oda akar költözni. Ez mindenképpen egyébként azt mutatja, hogy az öltözővel megvolt az összhangja, csak ugye azt azért hozzá kell tenni, hogy ezekből az ilyen átmeneti megoldásból hirtelen főedzővé rakott szakembereknek a vezetőedzői poszton való megerősítése, az nagyon ritkán sül el jól. Ettől függetlenül ez még jól elsülhet, csak nagyon veszélyes az, hogy gyakorlatilag egy teljesen új edzői stábot kell majd maga köré találnia, és azért vannak itt eléggé vadnevek, tehát például azt hiszem Tom Coughlin neve is fölmerült, mint esetleges. De csak egy tanácsadóként, ugye? Hát jó, oké, de most érted, tehát hogy azért lehet, hogy egy új hullámos vezetőedzőnek olyan figurákkal kellene együtt dolgoznia, akik ugyanazt a megközelítést alkalmazzák a játékra, és ugyanúgy gondolkodnak a játékról, mint ő maga. Most, bár lehet, hogy ezzel tudsz. Én nem annyira értek egy olyan szempontból, hogy szerintem egy ennyire tapasztalatlan edzőnek, mint Pierce, pont jó, hogy vannak tapasztalt hangok mellette, és nem Coughlin fogja megmondani, hogy hogyan rakja össze a csapatot, meg hogyan, de hogy tud neki olyan tanácsokat adni, amik hasznosak a főedzői poszton, hiszen Coughlin az éven tapasztalt, meg sokat volt főedző, és Piercenek kellenek olyan dolgok, hogy tudja, hogy a napi működésben, hogy néz ez ki, és mit hogyan kell csinálni, ez nyilván neki teljesen új még, most nem volt egy 5-6 meccse, vagy 8, hogy mennyi volt pontosan, amíg főedző volt, de szerintem ilyen szempontból nem rossz, hogy van egy ilyen tapasztalatlan mögötte. Az ugye egy érdekes kérdés, hogy amit mondtál, hogy azért ideiglenes főedzőkben olyan ritkán szokott jó tényleges főedző lenni, azt hiszem a legjobb példa a Jason Garrett, ami azért elmondja, hogy nincs sok jó példánk erre. Ellenben azt gondolom, hogy nem volt jobb választás a Raidersnek ebben a szituációban, tényleg Pierce-t annyira szerették a játékosok, és jól is teljesített a szezon végén, szóval nálam ez a Pierce kinevezés nem rossz, abban a szempontból, hogy szerintem ilyen pillanatban ez volt a legjobb döntésük, így mindent összevetve, de valóban könnyen lehet, hogy azért ez nem lesz majd egy jó dolog a végére. Jeff Saturday sem lett vezetőedző. Így van, például. Na mi a csúf nálad, Dani? A csúf, ugye az utóbbi hetekben az Eagles-t hoztam. És, nem akarsz leszokni erről? Igen, nem akarok erről leszokni. Ugyan nem csúf, annyira inkább vicces, ami az Eagles-nél történik jelenleg. Az egy tök jó dolog, hogy Vic Fangio lesz valószínűleg a védőkoordinátor a csapatnak. Ugye a Dolphins-tól távozik, mert közös távozni akart, leginkább. És akkor megy Philadelphia-ba, ahová már tavaly is kinevezték volna, csak aztán ott ugye Jonathan Gannon azt mondta, hogy nem megy főedzőnek, és akkor lemondtak Vic Fangio-ról, aztán mégis elment főedzőnek, és akkor meg már Fangio elfogadta a Dolphins állását, szóval az ilyen furcsa sztori volt, de Fangio is akart volna maradni, az Eagles is akarta, úgyhogy ez most egy évvel később megvalósul. Ez egy tök jó dolog. Ami Nick Sirianni-val így történik, az úgy már kevésbé, vagy ez egy sokkal viccesebb történet, mert ugye az volt a szituáció, hogy Sirianni bement a tulajdonos Jeffrey Lurie-hoz, és akkor meg kellett indokolni, hogy mi volt ez a szezon végén, ez az egész szörnyű sztori, és utána nyilván nem tudjuk pontosan, mi zajlott a színfalak mögött, de nagyjából azért sejthetjük, hogy azt történt, hogy akkor akar-e változtatni az edzői stábján, meg át akarja adni a támadó hívásokat másnak, és akkor feleltek meg ezt a lehetőséget, hogy mit szeretne. Nyilván, ha azt mondta volna, hogy nem, akkor
hello, és akkor mondta, hogy na jó, inkább megtartom az állásomat, mert azért elég jól fizet, úgyhogy akkor hoznak majd alá egy támadó koordinátort, és nyilván is tudjuk pontosan, hogy kinek van beleszólása abban, hogy ki lesz a támadó koordinátor, hogy kinek mekkora beleszólása van abban, de azt sejtem, hogy nem Sirianni a fő döntéshozó ebben a kérdésben, ami az ennél a vicces sztori, és akkor lesz egy védőkoordinátor, aki egy nagyon jó védőkoordinátor, és Sirianninek nyilván nem kell vele foglalkoznia, mert megoldja. Lesz egy támadó koordinátora, aki a saját offenzét fogja valószínűleg futtatni, vagy most legalábbis erről szólnak a hírek. Tehát Sirianninak nem lesz az offenzre sem semmi hatása. És akkor elvileg ugye a kultúrát kéne össze. Tehát vannak ilyen CEO típusú főedzők a ligában, Tomlin, Harbaugh, akik jó példák. Ritkább az ilyen, de hogy vannak ugye ilyen típusú főedzők, és akkor most ezzel Sirianni is, csak ennek a típusnak az a legfontosabb része, hogy akkor a kultúrát összerakja meg, motiválja, és az utóbbi két hónap alapján nem tudom, hogy ez mennyire. Az nem ő szerintem. Mennyire erénye ez Sirianninek, úgyhogy ez egy nagyon vicces és furcsa szituáció, ami jelenlegi Philadelphiában meg Sirianni környékén folyik. Mi a csúf nálad? Én nem tudtam teljesen elrugaszkodni attól a gondolattól, hogy ne hozzunk a meccsekről. Nyilván nem is beszéltünk ezzel kapcsolatban össze Danival, de az első öt választás ebből a szempontból ült. A hatodik viszont a Tampa Bay Buccaneersnek a mérkőzés végi hozzáállása a Detroit Lions ellen, az valami egészen furcsa volt, hogy még a lehetőséget sem adta meg magának a Buccaneers arra, hogy esetleg még valahogyan egy utolsó utáni szalmaszába kapaszkodva vissza tudja jönni a meccsbe és egyenlíteni tudjon. Nyilván nagyon kicsi esély lett volna rá, hiszen nem maradt volna már időkérése a Buccaneersnek, és nagyon hosszú pályán kellett volna végigmenni, de ettől függetlenül, akkor, amikor egy labda birtoklás a különbség, és a szezon utolsó mérkőzésén vagy, akkor egyszerűen nem hagyhatsz bent időkérést akkor, amikor még azzal vissza is kaphatod a labdát. Igen. Ugye itt érdekes volt, mert a Lionsnek is volt még vagy 17 másodperc, vagy nem tudom mennyi, amikor snappelték, mert tudták, hogy most már nem fognak időt kérni a Buccaneers, és így maradt még 30-valahány másodperc az órán, és akkor kérhetett volna egy időt Bowles. De annyira, nekem szerintem ez túl volt fújva így összességében, mert most az, hogy lett volna még 10 másodperc a Buccaneersnek. De ez üzenet. Tehát ne, szerintem inkább az a, most az, hogy valós esélyekkel támad a Buccaneers az a kapcsolatban, szerintem a mérkőzés addigi képét látva nem kellett volna hiú ábrándokba ültetnünk magunkat, de ettől függetlenül kifelé nagyon nem egy jó üzenet az, hogy ha van lehetőséged, akkor miért nem ragadod meg? Teljesen független attól, hogy mi lesz a végeredménye ennek. Egyetértek. Jó. Na, hát akkor nézzük, így láttuk mi. Top 3 meccs, ami természetesen top 4 lesz. Houston Texans. Most átcsoportosítunk a így van, két így van. Között. Houston Texans, Baltimore Ravens 10-34. Igen, ez volt az a meccs szerintem, amire céloztál, hogy volt olyan része, ami jó volt és látványos volt, és akkor utána a végére tényleg kinyílt az olló. Szerintem likely touchdownja, amikor csak így kinyúlt, és itt lekaptott az endzomban. Az elmondta a mérkőzést. Rozsdás volt a Ravens, illetve a Houston Texans pedig egy nagyon-nagyon jó meccstervvel érkezett védő oldalon. Tehát az, hogy folyamatosan nyomás alá tudta helyezni Jacksont, az, hogy nagyon agresszív volt a játékhívás D'Amico Ryan-szék részéről, az mindenképpen nagyon-nagyon a sarkára állította ezt a 3 hete, vagy 2 hete nem játszó baltimori támadósort, ami azért időbe telt, mire leverte magáról ezt a rozsdát, és látszódott is az, hogy Jackson sem érzi magát annyira komfortosan. Aztán persze kijött a két csapat közötti nagy különbség, és azért a második fél időben megkaptuk azt, hogy miért ennyire komplett, és miért a liga legjobb csapata jelenleg a Baltimore Ravens és a Super Bowl legnagyobb esélyese, mert egy varázsütésre teljesen megváltozott minden a fél időt követően, és onnantól kezdve a Houstonnak momentuma nem volt a pályán, akár védő, akár támadó oldalon, mindent nagyon-nagyon jól tudott reagálni, úgy, hogy egyébként a védő oldalon az első fél időben sem volt különösebb problémája a Ravensnek. Az szempontból annyira nem, hogy 3 pontot engedtek az egész meccsen a Texansnak, tehát a védelem az olyan durván megfojtotta a Texans offense, tehát igazából én szempontból nem volt esélyük az egész meccsen, hiszen nem tudtak semmit csinálni, zseniális a Baltimore védelem tényleg egészen elképesztő. Másokon az érdekes volt taktika szempontból tényleg, a Texans egész évben ilyen 27%-ban blitzált összesen, és akkor most úgy jöttek ki, hogy 75%-ban blitzenek. Kicsit nagy különbség, aztán még sosem blitzelték ennyiszer Lamar Jacksont egyébként. És az első fél időben nem nagyon volt erre válasz a Ravensnek, biztos meglepte őket ez, tehát hogy ez nem volt egy várható game plan, bár ugye beszéltünk róla, hogy valószínűleg pont a blitzek lehetnek a esélyei
a Texasnak, nem gondoltam, hogy ennyire elmennek a végletekbe, de tök jó taktér volt ez Ryanstől. Aztán a fél időben azért átbeszéltek a dolgokat a Ravensnél, a Mark Jackson és Todd Monken támadó koordinátor irányításával, és teljesen átalakították az offense, és gyakorlatilag egy Tom Brady-szerű offense láttunk, hiszen megkapta Jackson és egyből passzolt, több mint majdnem egy másodpercen hamarabb passzolt átlagosan, ami egy óriási különbség az NFL-ben. És tényleg folyamatosan gyors passzok, nem volt esélye odaérni a blitznek, és második félben talán egyszer sem volt nyomás alatt Lamar Jackson blitzek alatt, egy biztos, hogy nem szekkelték egyszer sem. Nyomás alatt volt, de szekkelni biztos nem szekkelték, az első félben azért aztán háromszor is. Igen. És tényleg, amit a félben változott a Ravens, az nagyon impresszív volt. Azt hiszem, meg lehet kérdezni, hogy miért nem sikerült el egy kicsit hamarabb rájönni, de ezen kívül az, a második fél az nagyon szuper volt, nyilván a defense az egész meccsen. De a Texansnak mindenki meg kell dicsérni azért a védő gameplanjét, mert az jól kezdték nagyon. Igen, ugye Lamar Jackson 16/22, 152 yard, 2 touchdown a passzok terén, és 11 labda cipelésből 100 yard, szintén 2 touchdownnal, tehát 2/2-vel zárt ilyen szempontból, ez is rekord. Igen, hát most láttuk azt a Lamar Jacksont, aki a legteljesebb Lamar Jackson. Az alapszakaszban ugye arról beszéltünk, hogy látunk egy olyan Lamar Jacksont, aki sokkal jobban passzol, sokkal jobb döntéseket hoz a passzjáték terén, és csak akkor használja a lábát, hogyha ez nagyon-nagyon muszáj. Itt most ezen a mérkőzésen megkaptuk azt a Lamar Jacksont, aki 2019-ben elvitte a showt még a Baltimore Ravens irányítójaként. Megkaptuk azt is, akit idén láttunk, és akit idén nagyon-nagyon feldicsértünk, akármi, akár a külföldi szakírók. És akkor ebből jött egy ilyen komplet irányító teljesítmény, és az az ember érzése, hogy egyébként ebben még van. Pont azért, mert az első fél időben azért hát eléggé parkoló pályára lett téve mondjuk az a fajta játék, amire Jackson képes. És hogyha ezt még hozzátesszük, akkor még ijesztőbb az egész liga számára, hogy mi lesz akkor, hogyha ez 60 percen keresztül ki fog tartani, és azért jövő héten a főcsoport döntőben már nem nagyon lesz rozsda, amit le kell rázni, sőt, egy olyan lendülettel érkezik meg a főcsoport döntőre, egy hazai pályán vívott főcsoport döntőre, ami akár nagyon-nagyon messzire is repítheti ezt a Ravenst. Így van. Annyit akartam talán csak, hogy az utóbbi években, amikor nem is sikerült a Ravensnek a playoffban, akkor pont az volt a probléma, hogy nagyon egysíkú volt a támadósor, és hogyha jó gameplaynek készült az ellenfél, akkor nem volt válaszuk rá. És nagyon jó volt látni, hogy most van, és ebben látszik szerintem a Ravensnek az igazi fejlődés és ereje, hogy most már nem egy oldalú, nem egy síkó a defense, hanem, vagy az offense, bocsánat, hanem sok oldalú tud lenni és tudnak változtatni. És nyilván eljátszik a gondolattal az ember, hogy mi lett volna akkor, vagy legalábbis képes lett volna a Ravens arra, hogy ezt a változtatást ne a fél időben, hanem már korábban is eszközölje. Látva azt, hogy hogyan működik a Baltimore Ravens támadósora idén, hogyha jobban ég a ház, hogyha nagyobb a különbség, ha Houston több választ tud találni a Baltimore által feltett kérdésekre, akkor ezt akár a két negyed között, vagy a második negyed közepétől kezdve is valószínűleg ugyanilyen hatékonysággal el tudta volna adni a Ravens. Mivel a Ravensről is fogunk majd még beszélgetni, egy kicsit emeljük már ki, hogy akkor a Houston mire lehet képes jövőre. Láttuk, hogy a főedző képes arra, hogy megfelelő gameplant hozzon össze. Ha lesznek elkapók, nem csak egy, kettő biztos lesz. Igen, Tengdel visszatérése is megsérült itt a szezon végén, tehát az sokat segít. Jó lenne még egy elkapó. Akár egy Titanben is lehet gondolkodni, nem rossz Dalton Schultz, de azért nem is igazán kiemelkedő. Talán a Titan draft annyira idén nem lesz talán jó. Úgyhogy és akkor így nehezebb lesz ez teljesen, és akkor valószínűleg rendben van Schultz, tehát nincs vele probléma. Mivel támad, a futójátékkal valamit kezdeni kell. Az látszik, volt, hogy nem működik, egész évben nem működött. Nem tudták nagyon összeegyeztetni, hogy akkor shotgunból vagy under center játszanak, és ebben voltak ilyen támadó koordinátori problémák. Most meglátjuk, hogy Bobby Slowik marad, vagy elviszik el esetleg valahová főedzőnek, talán valószínűleg, hogy marad. Azért ez segítene, hogy mehetne tovább a kontinuitás, és nem kell új embert hozni. Valószínűleg a rendszert azért megtartanák, mert az jól működik, meg Ryan-nek vannak kapcsolata itt a Shanahan fáról érkező koordinátorokkal, szóval az nyilván jó. Sok szabad ügynökük van, de ugye úgy építették fel ezt a csapatot, hogy nagyon sok ilyen egyéves szerződés veteránoknak, és akkor tegyük tele a rostert a sok fiatal sztár mellé, akik idén egyre jobban felléptek. Nyilván megint kell egy jó draft, meg kellenek megint a jó igazolások a piacon, de hogy
azért ilyen irányítóval, meg ilyen főedzővel azt hiszem, hogy nagy problémájuk nem lesz a következőkben. Nyilván kell segíteni nekik, de meg kell tovább építkezni, de azért elég jó úton vannak. Gyorsan eljutottunk egyébként arra a pontra, amikor a Houston Texansról beszélhetünk úgy, mint az AFC déli csoportjának a nagy esélyese, pedig azért a Jacksonville Jaguars számára itt volt egy elég jó lehetőség ugye összességében az elmúlt években, főleg amióta ugye Lawrence a csapat irányítója, és ezt nem nagyon tudta maximalizálni a Jacksonville, tehát hogy itt azért most lehet egy komolyabb hiányérzet majd a Jaguarsnál, hogyha tényleg ez nem csak egy új menedzser első éve, vagy új vezetőedző első éve, új irányítónak az első éve, ami hogyha sikerül fenntartani ezt a fejlődési ívet, akkor nagyon-nagyon könnyen háttérbe szoríthatja akár a Jaguars-t, és akkor az Indianapolis Colts-ra még nem is beszéltünk a csoporton belül, akkor pedig ugye visszatér Anthony Richardson, ami szintén egy igen komoly konkurenciát sugal magával, és akkor a Tennessee Titans pedig egyelőre nem tudjuk hova tenni, új vezetőedző már van Brian Callahan személyében, de ott azért egy komolyabb átalakításra kerül majd sor, akár a keretet figyelembe véve, akár a játék hívást figyelembe véve, és a játék filozófiát figyelembe véve. Úgyhogy lehet, hogy egy kifejezetten érdekes csoport lesz a jövő évben ez a déli csoport, de az biztos, hogy a Houston Texans érkezik meg úgy, hogy nekik innentől kezdve csak ezt kell tartani, és akkor rendben lesz a jövő év is. Ami ez nem egy olyan egyszerű feladat, de majd meglátjuk. El lehet rontani. És ha már fiatalokról beszéltünk, Green Bay Packers, San Francisco 49ers 21-24, a jó-rossz csúkba akár a rugókat is kiemelhettük volna, hogyha van egy Justin Tucker, akkor biztosan mész neki bárminek, oké, nem rajta múlt egyébként. Itt pedig akár vezethetett volna úgy is a Green Bay, hogy abból tényleg meglegyen, de ott is kimaradt a mezőnygól. Én közel volt a Packers, nem vártuk azért annyira feltétlenül, hogy sokáig vezettek is, meg úgy tűnt, hogy ezt meg is nyerítik ezt a mérkőzést. Első három év alapján ők voltak a jobb csapat, az egyértelmű, és az jobb irányító is náluk játszott, Jordan Love a meccs 75%-ban nagyon jó volt, a 34 utolsó drive-ja volt az első hibája, kicsit pontotlan volt abból, hogy felpattanó interception, a meccs végén volt egy nagyon buta hibája, azt gondoltam, hogy csúfba hozni egyébként, hogyha a meccsekről hoztam volna, mert ez egy nagyon buta hiba volt, keresztben, futtából, tehát az egy újonc hiba gyakorlatilag. Nem lett Favre is elkövette. Igen, Favre is elkövette már. Jó pár év rutinnal. Igen, persze, de a Favre-ról tudjuk azért, milyen irányító volt. Tulajdonom meg Brock Purdy a meccs 90%-ában rosszul játszott igazából. Nagyon pontatlan volt, olyan esett az eső, és ezt már a Browns ellen is láttuk, ez nem fekszik neki. És most is nagyon pontatlan volt, a legtöbb labdája az egy oldal előrébb ment, egy oldal hátrébb ment, mint az elkapója volt. Aztán meglevezetett egy tök jó drive-ot a legvégén, és az meg tényleg szép volt, és azzal megnyerte a Fortnite meccset. Úgyhogy nehéz. Vagy ez a kettősség az emberben, hogy a meccs nagyobb részében a Packers jó volt, és rengeteg elhibázott lehetőségük volt. Volt egy pick six, amit elejtettek, egy másik interception, amit elejtettek, jó volt a kiadott mezőnygól, és a red zone-ban meg az első három támadásukból eljutottak a 25 yardosig, és összesen három pontot szereztek, aztán 6-szor jutottak el a 15 yardoson belőle, vagy a 20 yardos körülre, és abból ugye 21 pont lett, tehát hogy a végét elrontották a drive-oknak, és ez mennyire megbosszult magát ezzel a két interception elejtéssel. Úgyhogy sok volt a hibát a fiatal csapattól, és igazából ez döntött, mert a Niners sem volt most egy domináns csapat. Hát azt mondtuk a Ravens-ről, hogy rozsdásak voltak, akkor a San Francisco extrán, ugye Greenlaw-nak volt két interceptionje, de ami számomra nagyon fura volt, hogy hazai pályán játszottak, és volt egy hosszú elkapás a Packersnél, meg ugye az egyik TD, ahol a védőkre azt láttad, hogy mire képbe kerültek, hogy fekszik a földön, mert hogy elcsúszott. Tehát, hogy a saját pályádon megválasztani azt a cipőt, amiben rendesen ki tudsz támasztani. Ritkán esik azért náluk. Igen, tehát hogy azért vannak olyan dolgok, amire nem lehet felkészülni, és amire így ott és akkor kell helyben reagálni. Nem tudom, melyik évben volt hirtelen az, amikor talán Packers játékosok voltak, akik össze-vissza csúszkáltak, és az elkapók cserélgették a cipőjüket egyik meccsről, vagy egyik playről, vagy driveról a másikra, mert annyira, de lehet, hogy nem, Minnesota meccs volt, és Justin Jefferson volt az, aki folyamatosan ott a pálya szélén mászkált, mert nem találta a megfelelő cipőt ahhoz, hogy ki tudjon támasztani, és azért ez, főleg itt Santa Clarában, nagyon-nagyon ritka jelenség, és azért a 49ers idén egy vagy kettő esős mérkőzést játszott, és akkor nyilván egy picit át is alakult sok minden. Hát ugye kettőt játszottak, a Browns-tól kikaptak, most meg majdnem kikaptak.
De összességében egyébként, amit Dani is mondott, hogy ez a Green Bay Packers, ez nagyon-nagyon sok kihagyott zicserrel zárta ezt a meccset, és talán egyébként az első félidő volt az, ami inkább fájhat, hogy ott nagyon-nagyon jó volt a Green Bay, ott sokkal jobb és magasabb színvonalon játszott, mint az ellenfél, és a sok-sok folyamatos hibának köszönhetően hátránnyal mentek a szünetbe. Tehát innentől kezdve azért nehéz volt őket visszarántani, vagy legalábbis itt nem az, hogy mert elég jól visszajöttek a harmadik negyedre, csak itt jött ki adott esetben az a fajta tapasztalatlanság, rutintalanság, korlátoltság, amit a fiatal keret jelent. Mert az, hogy a Dallas Cowboys ellen a mérkőzés első play-től kezdve végig dominánsan be tudta fejezni és tudta kontrollálni a játékot a Green Bay, úgyhogy igazából esélye sem volt az ellenfélnek, az egy szép és jó teljesítmény, de amikor a rájátszásban igazán versenyképes helyzetben kell nagyot gurítani, ott ehhez most ezen a mérkőzésen kiderült, hogy még nincsen azon a szinten ez a Packers, de nem is feltétlen kell, hogy már most ezen a szinten legyen, és ugye erről is beszéltünk még a mérkőzés felvezetésében is, vagy korábbi adásokban, hogy ez a Green Bay Packers, illetve a Houston Texans, és akkor beszéltünk a két eddigi kieső csapatról, hogy egyáltalán nem ott tart, ahol elvileg az újjáépítés fázisában kellene tartani, hanem sokkal-sokkal előrébb, és ez nyilván meg is könnyíti a csapatépítési helyzetet, de meg is nehezíti, hogy akkor viszont felgyorsulnak az elvárások, és sokkal nehezebb lassítani azokat a folyamatokat, amik egyébként természetesen végbe mennek egy újjáépülés során. Itt most a Green Bay Packersnél azért, mert Jordan Love-ból kiderült, hogy lesz egy kifejezetten jó franchise irányító, hogy az újonc elkapók vagy a fiatal elkapók szintén hatékonyan tudnak fellépni, és lehetnek akár első számú elkapók más csapatban is, nem csak a Green Bay-nél, és nem csak a helyzetnek köszönhetik azt, hogy ezen a poszton szerepelnek, és ilyen sok labdát kapnak, az mind-mind azt mutatja, hogy ez a csapat, ez egy nagyon tehetséges csapat, csak hát majd kicsit visszább kell fogni a dolgokat és az elvárásokat, mert ha viszont abból indulunk ki, hogy a Green Bay Packers milyen fiatal csapat, akkor el is viheti őket ez a hív, és nem biztos, hogy jó irányba, bár, és akkor ebben az edzői stáb viszont rengeteget tud hozzátenni, hogy Matt LaFleur azért a folytonosság jegyében azért Aaron Rodgers-szel is volt kifejezetten jó éve, most ugye Jordan Love-val is van jó éve, és meg lehet látni azokat a folyamatokat, amiket ő jól tud koordinálni, és neki kell adott esetben egy picit visszább fognia a csapatot. De összességében szerintem Matt LaFleur erre képes lehet. Hallgatom egy NFL podcastet, ahol azt mondták, hogy jövő évben a Green Bay az egy ilyen boomer-bust csapat lehet. Tehát vagy az lesz, hogy akkor bejutnak a rájátszásba és nagyon jól mennek, vagy el se jutnak oda. Na ez a legnagyobb probléma, amit meg lehet fogalmazni a Green Bay-jel kapcsolatban. Én nem gondolom azt nagyon a bust részt, annyira nem gondolom náluk, mert... Mert ahhoz túl magasan van a padlójuk. Igen, tehát az offense, most látszik, hogy a Love egy jó irányító, nem gondolom, hogy ő nagyon beszakadna most, hogy pontosan konkrétan a szezon második felében a top 2 irányító volt, azt valószínűleg azért nem fogja hozni, de a szezon első felében meg nem volt azért annyira top, annál meg valószínűleg jobbat fog hozni, szóval ez valamennyire kiegyenlít egymást. LaFleur egy nagyon jó edző, ezt is most már sok egyára bizonyítja, offense keret is tök jó fiatalokból, szerintem ott sem nagyon várható az, hogy most túl rosszak lesznek, most lehet nem fejlődnek óriási, de visszaesés sem fejlődne várható. A defense nyilván az egy érdekes kérdés, ki lesz majd a koordinátor, de alapvetően a tehetség anyagból ott is inkább előre lépést várna az ember, hiszen azt gondoljuk, hogy a támadó vagy a védőkoordinátor fogta vissza őket. Igen. És azért csak 26. az egység divíziói alapján, amit tehetségszintben azért sokkal többet várna tőlük az ember, szóval ezt a nagy beszakadást nem látom igazán a Packersnél. Most az nyilván egy másik kérdés, hogy most mekkora lépést tudnak előre tenni. Persze. Mert azért ez egy nagyon jó lehetőség volt egy gyengén játszó Fortnite ellen bejutni a konferencia döntőbe, ahol a Lions ellen játszottak volna, akit már azért elvertek idén, tehát onnan a Super Bowl sem volt lehetetlen igazából. Oké, valószínűleg a Ravens, de majd a Chiefs-től nem verték volna meg őket, de hogy azért ez egy nagy lehetőség volt, hogy eljussanak a Super Bowl-ig, mert nem biztos, hogy jövőre is szemben jön a Fortnite, és akkor ilyen gyengén fognak játszani. Sőt, azt mondom, hogy valószínűleg nem fognak ilyen gyengén játszani. Na akkor térjünk át a harmadik meccsünkre, Tampa Bay Buccaneers, Detroit Lions 23-31, ha már a Lions-ról is szó volt. Hát nehéz mit mondani, ott Baker Mayfield joggal fogta a fejét, amikor eldobta azt a labdát. Hát igen, az nem volt egy jó döntés, ahogy Love-nak egy nagyobb butasága volt olyan szempontból, hogy az egy megengedhetetlenebb játék, ez csak olyan rossz, hogy nem látta annyira, Mayfield-nál ez is egy rossz döntés volt, de hogy zárulnak az irigy a mérkőzések.
Nekem a nagy különbség itt a két csapat között az volt, hogy a két irányító hogyan kezelte a blitzet, mert majd kielemezzük, hogy a Buccaneers nem mindig sikerült jól a blitznek a felvétele, illetve az, hogy Mayfield nem kezelte ezt jól, nem figyelt oda eléggé erre. Jared Goff viszont baromi jól játszott a blitz ellen, tehát nekem úgyis elég jól ment a Todd Bowles féle védelmek ellen. Most is kifejezetten jól játszott, alig volt rajta nyomás, és ha kevesebb ember van az ellenfélnél coverage-ben, akkor meg fogja találni, hogy hova kell dobálni, úgyhogy ez nem működött ellene. Négy emberre meg próbálkozott a Buccaneers időnként, de úgy meg nem tudtak nyomás generálni egyszerűen, és akkor ugyanúgy el vannak veszve, hiszen Goffon, ha nincs nyomás, akkor nagyon jól megtalálja az embereit, szóval a Buccaneers védelmények nem nagyon volt így ellenszere, mert nem tudtak nyomásra lehelyezni. Goffot, hogyha tudták, akkor meg már késő volt, mert kevés ember volt hátul, szóval Goff jól kezdett a nyomást, Baker rosszul, és a Buccaneersnek is voltak azért rontott lehetősége, amikkel azért visszajöttek volna nekik, és ott ilyen zombban egy elejtett interceptionjük, negyedik és egyre nem mentek neki, amint szintén lehetne mondjuk kritizálni, másod és tízre volt sok futásuk, meg voltak ilyen hibák, amiket ha kihajtanak, akár meg is nyerették volna a meccset, de azért úgy gondolom, hogy a Lions volt a jobb csapat, vagy a Lions a jobb csapat, jó, hogy ők mentek tovább. És a szerteágazóbb is, tehát azért itt beszélünk arról, hogy Jared Goff mennyire jól kezelte a nyomást, mennyire segítette ő neki a munkáját a támadófal, de közben pedig a futójáték is ült egyébként ezen a mérkőzésen. Tehát pont azt a párharcot tudta a maga javára fordítani, nem is akárhogyan a Detroit, ahol egyébként lehetett volna papíron esélye megállítani a Buccaneers védelmének, mert azért a Buccaneers futás elleni védekezése, az kifejezetten jó, főleg a középső futások elleni védekezés, és ennek ellenére, amikor megkapták Gipszék a labdát a center mögött, és középső futást kellett alkalmazni, akkor abban mindig pozitív játék született. Tehát nem nagyon volt olyan játék, ha visszagondolok, amikor nulla yardon vagy negatív yardon megállították volna, csak azzal, ami egyébként az egész alapszakasz során működött a Buccaneersnél, vagy akár működött a Philadelphia Eagles ellen is. Nagyon sokan megkérdőjelezték még a draft idején, amikor ugye Jameer Gibbs első körben oda került a Lionshoz. Lehet még mindig kérdés? Olyan szempontból igen, azért, hogy nyilván Gibbs egy jó játékos lett, jobb, mint amit én vártam, tehát hogy az is benne van, hogy én nem gondoltam ennyire jó játékosnak Gibbs, de az, hogy a futóposztra lőtt az első kört, azért ez egy megkérdőjelezhető dolog. Tegyük fel, hogy Christian Gonzalez-t visznek el, cornerbacket, ugye, aki Patriots húzott ki 4 pikkel hátrébb, vagy valahogy úgy, azért jobb esélye lett volna Mike Evans ellen, mint Cam Suttonnek például, tehát hogy azért egy prémiumabb posztra szinte egy nagyon jó játékos lehetett volna húzni. Nyilván húztottak volna rossz játékost is a posztra, de azért Gonzalez egy olyan játékos volt, aki ott már a legjobb elérhető játékos volt szerintünk, meg a konszenzus szerint is. Azért azt gondolom, hogy ő minél jobb választás lett volna, mint Gibbs, de Gibbs amúgy meg sokaknál jobb választás lett így végül, tehát ezt is meg lehet adni. Nem feltétlenül gondolom a legjobb erőforrás felhasználásnak továbbra sem, ahogy a pár pikkel később húzott linebacker sem, aki viszont tök gyenge játszik, meg nem is tud mindig a pályára kerülni, szóval a kettőből egy, ez végül is kettőből egy kritika, az mindenképp valid volt. De persze Gibbs egy tök jó játékos, az látszik, hogy tök jó játékos, jól is használják, tehát az egy fontos dolog, hogy most tudják használni. Azt például nem gondoltam volna, hogy a pass protection-ben jó lesz. Ez nem egy csak volt két olyan blokkja is, amit nem néztem ki belőle igazából sose, és ez azért a Lions edzői stábjának is a dicsérete. És a védelme a Detroitnak most egyen jobban játszott, mint azt szerintem várták tőlük. Baker Mayfield és a Tampa Bay, ez jövőre is egy jó házasság lenne? Az, hogy Mike Evans-el nagyon jó kapcsolata, ez nem is kérdés. Igen, mondjuk Mike Evans-el azért nehéz rosszul kijönni, hogyha olyan karod van, meg annyira keresed a mélységi opciókat, mint ahogy a Baker Mayfield teszi. Hát Mike Evans-el szerintem bárki jól kijönni igazából. Aki mondjuk ellát 10 yardnál messzebb. Igen. Úgyhogy igazából ez egy jól működő dolog volt. Ahhoz képest, hogy egy ilyen áthidaló megoldásnak érkezett Baker Mayfield, simán elképzelhető az, hogy jövőre franchise tagelik, és akkor egy évvel még elhúzzák ezt a nagy irányító döntést a Tampa Bay-nél. Az azért valószínű, hogy nem Baker Mayfield lesz az irányító, aki hosszú-hosszú időn keresztül ugyanilyen szintre tudja visszavezetni a Buccaneers-t, de hogyha a rövid távot nézzük, akkor egy évben még mindenképpen lehet gondolkodni, mert a hibákat ki lehet javítani, és ez a védelem egyébként szintén javítható, és kell is javítani. Meg hát nyilván a legnagyobb kérdés az a Buccaneers védelmével kapcsolatban az, hogy meg tudják-e tartani, és hogyha igen, akkor mennyiért tudják megtartani ilyen Talvin Fieldet?
mert azért az egész Buccaneers védelmének a legjobb játékosa ebben a szezonban az egyértelműen ő volt. Azért az látszódott, hogy Lavonte David már bőven benne van a korban, tehát azért az ő elrontott szerelései, illetve szögválasztásai sem annyira hatékonyak és élesek, mint voltak akár 2 évvel ezelőtt. Szerintem David mindig egy top 5-8-as linebacker ligában, szóval... De közben pedig, ugye, Devin White-tal viszont vannak problémák, sokkal inkább, tehát igazából nincsen David mellett másik linebacker. De most a KJ Britt tökön felvétel, ugye tavaly a 2 évvel ezelőtt 5. körös játékos, hogy emlékszem, ő viszont tökön játszott ezen a meccsen is, meg most ez a második félben átvette White helyét, és sokkal jobban játszott, mint White egyébként, úgyhogy inkább a secondary-ben vannak. Hát ott a szélső passzoknál folyamatosan égethető ez a Buccaneers védelem. Meg illetve... a passzással probléma, mert belül jók, szélen viszont nem igazán, úgyhogy ott vannak, van még probléma. De Mayfield ugye azért nem, azért egyszerűen a franchise tag, mert akkor Winfield-re nem tudnak franchise taget, vagy akkor Winfield-re hamar meg kell egyezni. Azt gondolom, hogy inkább rám fog elmenni a franchise tag, Mayfield-re meg szerintem össze tudnak hozni egy ilyen... Igen, valószínűleg Mayfield egy hálásabb tárgyalópartner lesz. Azt gondolom, hogy vele össze tudnak hozni egy 2 év, 40 milliós szerződést, ami szerintem nekinek így nagyjából jó. Azért Mayfield is nagyon hullámzó tud lenni ebben a szezonban is azért. Volt egy tök jó meccsei, volt egy nagyon gyenge meccsei, azért ő egy ilyen játékos. Van egy olyan vicces teória, hogy amikor mindenki kritizálja őt, akkor jól játszik, aztán amikor mindenki elhiszi, hogy jó, akkor meg utána rosszul játszik. És ez nagyjából így megy, hát nem is hétről hétre, de mondjuk hónapról hónapra. Úgyhogy itt sokkal jobban érzem most nem is a beszakadást, mert az annál talán jobb a padlójuk. De hogy még nem gyerek meg jövőre a csoportot, itt is sokkal jobban el tudom képzelni, mint hogy a Packers nem jut rá egy százba, és mondjuk lehet a Packers csoport győzelemre is előbb fogadnék, bár nyilván Lions-szel nehezebb dolgok lesz sokkal, mint a Buccaneers-nek a többi vetétársa, de azért a Buccaneers-nél nem tippelném most ők egy csoport győztesnek feltétlenül. Várjuk meg, hogy néz ki majd a holt szezon, meg milyen edző lesz a Falconsban, Belichick vagy nem, nyilván ezeket várjuk meg, de... De alapvetően egy tehetségesebb csapatról beszélnénk a Falcons esetében, ahol irgalmatlan nagy alul teljesítés volt idén, hát az, pont az irányító kávária miatt. Tehát hogy pont emiatt igazából nem is lehet feltérképezni, az csak gondolatkísérleteket lehet lejátszni azzal kapcsolatban, hogy mi lett volna akkor, hogyha egy top 25-ös irányító teljesítmény van a Falconsban. Amit tetted magasra létre. Igen. Az ő irányító hát se. Igen, de hát. Csak alkalmazkodtunk. Lehet, hogy a Falcons Baker Mayfield-el, meg Bill Belichick-kel, meg Josh McDaniels-el, Matt Patricia-val nagyon jól fog működni. Hát az is nagyon vicces lenne, úgyhogy ez úgy szokott lenni, majd az adásunk véget ér, utána nevezik ki oda is a főedzőt. Kansas City Chiefs, Buffalo Bills, 27-24, ha rugókat kiemeltem, hát akkor itt extrán érvényes. Persze tegyük hozzá, már előbb eldöntette volna a Chiefs. Ez szerintem felejtetlen látvány. Igen, Jason Kelce elvitte a show Taylor Swift elől, azért azt is. Igen. Tegyük hozzá, ez ja, szuper volt az a jelenetek, a kiugrott az ablakon, az is elég király volt. Úgyhogy az elég menő volt. Ez egy nagyon jó meccs volt. Nem tudom, az év meccse gyakorlatilag. Nem emlékszem mindegyik alapszakasz meccsre feltétlenül, de a playoff egyértelműen ez volt addig a legjobb mérkőzés. Az első 3-4-ben mind a két offense rendkívül jól teljesített, és akkor utána megjöttek ezek az őrültségek, hogy akkor egy fake punt, Damar Hamlinre, ami még ha 10-en is volt a Chiefs special team, akkor is egy rosszul megkomponált játék volt. Utána a Mikkel Hardmannek ugye a fumble-je, a második fumble-je a mérkőzésen, két labdaérintés, két fumble-t, szintén jó dolog rá játszani, és akkor abban egy touchback biztos visszakapja a labdát. És ugye a végén meg volt egy elég elhibázott lehetőség, a Bills-nek Josh Allen megdobhatta volna azt a touchdown-t. Khalil Shakir-nek, csak nem, ha egy ellép jobbra, ott ugye Chris Jones nagyon jól benyomta a Dion Dawkins-t, és amiatt nem volt helye, vagy helye lett volna, de hogyha kicsit arra mozog ellen, akkor lett volna helye. Ezt nem tette meg, és ott ugye meg lehetett volna a touchdown. Lett volna még Mahomesnak 2 perc, és ahogy egyébként a Chiefs offense játszott, meg a Bills defense játszott, nem biztos, hogy arra fogadtam volna, hogy a Bills még akkor megnyeri a mérkőzést. De hát így kérdött mezőny góllal, meg nyilván nem nyerték meg. Teljesen jól keretbe zárta egyébként Josh Allen a saját évét, mert ugye az első játék hét után még arról beszéltünk, hogy kereste a hősködési lehetőséget a New York Jets ellen, és ott arra lett ráhúzva adott esetben a vizes lepedő, és az volt megfogalmazva, mint a vereség fő oka. Itt pedig
a végén is ugye volt egy harmadik és egy negyedik kísérlet ugye ennek a drive-nak a végén, és mindig csak a hosszú opciót kereste az mind a két játéknál, miközben meg lehetett volna dobni a rövid paszt a first downért, és akkor mehetett volna tovább, és ugye ráadásul azzal még több időt tudna elvenni a Chiefs-től, tehát hogy ő tényleg a TD-re akart menni mind a két játéknál, és igazából itt egy picit megint elő lehet venni adott esetben Josh Allennek az ambíciózusságát, amit... De egész meccsen meg egyáltalán, egész meccsen meg három jaros passzokat dobált, szóval szerintem nem tudom, ez annyira nem értek, mert egész meccsen nagyon jól játszott, úgyhogy nem akart, hogy... Nagyon jól játszott, csak a végén meg pont ez lett meg most a... Meg volt a játék, az a bajom bele, most inkább touchdown-t szerzek, mint hogy talán majd touchdown-t szerzek, mikor touchdown-t kell szereznem, tehát hogy... Ez a baj, mégis, hogy nyilván az ideális eset az, hogyha ha elégedett az órát, és akkor nulla másodperccel szerzett társadalom. Jó, az ideális eset, de megvalósíthatatlan nagyjából. Igen, csak hogy ha meg az a választási lehetőség, de harmadik kísérletre ráadásul nem is volt olyan a játék, amivel rögtön megdobod a TD-t, hanem ott az volt a játék, hogy szerezzél first down-t. Tehát úgy futották is az útvonalakat az elkapók, hogy legyen egy underneath útvonal, amivel simán meg tudod dobni a first down-t. Most ez most már itt nincs előttem, pontosan volt az a játék, most a második van nagyon a szemem előtt, de igazából szerintem az, hogy most oké, nyilván ha... De nyilván utólag sokkal okosabb igen, az ember. Igen, persze. Ha most megdobban a testdownt, akkor meg tök jó, most nyilván ott is lehet azon kritizálni, hogy nem ment le az óra teljesen. Szerintem de, azzal nem kritizálták volna feltétlen. Hát szerintem igen, de az a baj, hogy ha meg próbálja elégetni az órát, és végül nem sikerült testdownt szerezni, akkor szerintem a rosszabb opció, és főleg úgy, hogy láttuk a rugót, hogy nem annyira magabiztos. Tehát, hogyha leégett az órát, és akkor jó, akkor nem segít a touchdown, de legalább field goal a hosszabbítás, lehet, hogy ott úgy kihagyta volna a mezőnygólt, szóval. Két gyors kérdés jutott eszembe. Az egyik az, hogy Kelce játszott-e már ilyen jól ebben a szezonban, nem. Mert egyébként tud játszani nagyon jól. Idén nem. Idén nagyon-nagyon árnyéka volt önmagának, viszont érezhető az, hogy erre az utolsó 2-3 meccsre, ami még hátra van a szezonban, Travis Kelce azért föl tud lépni. Hát meg lehet, hogy jól tett neki a két év pihenés, azért valószínűleg voltak már kisebb sérülései. De lehet, hogy ez itt most egy hatalmas utolsó diadalmenet lehet az ő számára. Azt akartam kérdezni, a szezonból van hátra neki ennyi, vagy a pályafutásából? Azt mondta, hogy nem vonul vissza még, úgyhogy ilyenkor hiszek nekik a játékosokban. Igen, a másik dolog meg egyébként, ha már Chiefs offense, hogy az jó volt. Tehát az MVS sem droppolt, volt két nagy elkapása. Ez volt a kulcsa, elkapták a labdákat igen, a srácok. Gondolom Mahomes is úgy volt, hogy mi történik itt? És egyébként Mahomes is bízott az elkapójában, az is benne volt, hogy azért a szezon egy részén nem is akart bennük bízni, és nem is akart ezeket megdobni, amit feldobott mondjuk MVS-nek most, és most meg elkapta. Például meg volt egy másik elkapása is, jó, most Hardmannek még nem szabad passzolni, tehát azt még mindig engedjük el a Hardman játékokat, de azon kívül most tényleg... Lassan már handoffot se szabad neki adni lassan. Igen, igen, Marcus Lawrence kezdünk fellépett, Kelce is a legjobb formáját, ez a futójáték is jobban működött, mint eddig, úgyhogy ez most egy nagyon jó offense teljesítmény volt a Chiefs-től, és hogyha így játszottak volna egész évben, akkor nem kérdőjeleztük volna meg, hogy ők eljuthatnak el a Super Bowl-ig, most meg ugye ott vannak a kapujában, úgyhogy azért Ravens megint egy nagy falat lesz, tehát tegyük hozzá, hogy az védelem az sokkal-sokkal jobb, mint ez a Bills defense, főleg ennyi sérült el, szóval adjuk meg, hogy ez egy gyengebb Bills defense jelenleg ebben a formában, de ez akkor is egy nagyon szép teljesítmény volt a Mahomes-től. És itt jött egyébként elő az, amit folyamatosan görgetett maga előtt a Buffalo, és úrá tudott lenni rajta, akár mikro, akár nagyobb szinten, de ennek ellenére azért itt most ezen a mérkőzésen kiderült, hogy ennyi sérülten nem lehet Super Bowl-t játszani, ennyi fontos hiányzóval, de még főcsoport döntőbe sem lehet jutni, ennyi fontos hiányzóval egy oldalon. Mert hogyha mondjuk van 2-2 fontos hiányzód a labda mindkét oldalán, akkor azt még valamilyen szinten talán ellensúlyozni tudod, de hogyha hiányzik 4 kezdőjátékosod alsó hangon, akkor azzal szemben már nincs lehetőséged. Ha most minden egyes poszton egy játékos kiesik, azt is még csak el tudod viselni, hogy az összes linebacker meg a fél cornerback sorod kiesik, az nagyon olyan dolog, hogy ott már annyi mélység egyszerűen már nem létezik, hogy azt meg lehessen oldani. És valószínűleg ez lesz az, ami megmenti és a helyén tartja Sean McDermott vezetőedzőt. Hogy a sérülések miatt volt egy ilyen... Mert egyébként ugye láttuk, a Buffalo el tud jutni a Super Bowlba, el is tudja veszíteni az összeset, de hogy mikor... Tehát, hogy itt volt a Miami. A Miami elrontotta ezt az egészet, nem sikerült megnyerni az AFC Eastet, újra jött a Buffalo dominancia, otthon játszhattak végre, és akkor már megint nem. Mikor lesz ez meg? Még egy évet kap? Az a baj, most egy nehezebb dolgok lesz. Tehát az a baj, ennél hogy... jobb esélye nem volt
a Billsnek szerintem erre, mert azért most a Chiefs az eleve egy nagyon viharvert szezon után érkezett meg, és egy olyan meccsre érkezett meg, ahol nem Patrick Mahomes volt a meccs esélyese. Ilyen forgatókönyvet szerintem nem nagyon fogunk látni a következő időszakban, hogy egy Buffalo Chiefs mérkőzésen ekkora esélye legyen a Buffalo-nak a két csapat előélete alapján. Hát, igen, szerintem a nagyobb probléma az, hogy nehezebb lesz a csapatépítésük mostantól. Ellen most már többet fog keresni, azért többet fog foglalni a sapkából, a védelem meg öreg, és sokajuk jelenleg most valószínűleg két safety is már azért idős lehet, még Poyer marad, Hyde is szabad ügynök, védőfalban is azért van mire rengeteget keres, az nem csinál semmit kis túlzással. Ott nagy dolgokra lenne szükség. Mindenki várta egész évben, hogy akkor mikor jön majd Von Miller. Volt olyan az első mérkőzése, amikor visszatért a csapatba, és tagja volt az 53 fős keretnek a meccsre. Ott mindenki azt gondolta, hogy na jó, akkor hány snappet fog kapni Von Miller, mi lesz, hogy lesz, merre lesz. Aztán azt néztük végig, hogy egy-egy snappet leszámítva, amikor szituációs passzsietetőként beküldték, az oldalvonal mellett áll és lóbálja a törölközőt, vagy éppen a sisakját üti a falhoz. Tehát, hogy... Én, hogy az egy nagy probléma a szerződés ügyileg, meg az nagy probléma, hogy a draftcheck nem jöttek be az utóbbi 3-4 évben a védő oldalon, maximum korrekt játékosokat tudtak hozni, nincs egy igazán jó játékosok. Most Greg Russo talán a legjobb, de még az sem az a szint, amit elvárnál egy első-második körös játékosokból összerakott defense-nél, hogyha ez összejön, úgyhogy ez azért az elég nagy probléma. Tudom, Stefon Diggs-e nem tudom mi van, mert ő is nagyon sokat keres ahhoz, hogy 40 yardokat szerezzen meccsenként. Vagy annyit sem. És nyilván át is alakult a szerepe egy kicsit az új támadó koordinátorral, de már előtte is kevesebb labdát kapott, úgyhogy az egy nagy probléma, és így is kellett volna legalább egy elkapó, és ugye ő is nagyon sokat keres, meg nem lehet kivágni. Úgyhogy azért a sapka szempontjából nem állnak úgy, hogy még ők erősíteni tudjanak, tehát draftról kéne megoldani, az meg a utóbbi években nem ment, úgyhogy így azért nehezebb dolgok lesz. Nem mondom, hogy lehetetlen, mert Josh Allen-nel bármikor bárhová eljutna hatnak igazából, meg most olyan két jó draftjuk, akkor megint ott vannak, hogy szuper az egész, de most sokkal kisebb ablakon kell bedobni a labdát, úgyhogy. Úgyhogy jövőre már nagyot kellene megurítani a McDermottnak. Tehát hát még egy szabaduló kártyája már nem lesz valószínű a Bills vezető edzőjének. Na, hát ezek voltak a mérkőzéseink, most akkor elemezzünk egyet. Megmutatjuk, hogy hogyan kell jól húzni, és olyan védőt szerezni a drafton, aki aztán szekkelez irányított. Érkezzen is elemzésünk, Tampa Bay Buccaneers, Detroit Lions, Dani, te jössz. Igen, a leginkább nézőcsalogató dolgot hoztam, akit mindenki érdekel, és a leglátványosabb, ez pedig támadófal protection lesz, úgyhogy támadófalakkal foglalkozunk, és azzal, hogy hogyan állítják be a protekciót. Itt azt látjuk, hogy Aiden Hutchinson teljesen egyedül érkezik meg Baker Mayfieldre, és szekkeli is, és nyilván itt az az első gondolatunk, hogy valaki hibázik, és kihibázik. Jobboldali tackle, azt gondolnánk, hogy a jobboldali tackle, hiszen itt vált ki Hutchinsonra, azt gondoljuk, hogy ugye ő a hibás, de látjuk, hogy nem igazán, mert az a szituáció, hogy a Lions felrakott 6 embert a falra, vagy a Lions scrimmage-re, tehát felrakott 3 védőfalembert, meg 4 védőfalembert és 2 linebackert, hogyha kijön a matekom másodjára. Az 6. És a Buccaneers pedig 5 ember van protectionben. Ez azt jelenti, hogy ember előnyben van a Lions, és biztos, hogy lesz egy blokkolatlan emberük, tehát ez nyilvánvaló. Most kérdezhetnéd, hogy miért nem hoznak be akkor még egy embert a falba. Miért nem hoznak be még egy embert? Mondjuk, hol a futó? Igen, a futó, ha behozzák a futót, az azt jelenti, hogy a Lions is behozza a linebackert, vagy a safety-t, aki a futón van. És tehát akkor ugyanúgy heten vannak a 6 ellen, ugyanaz a szituáció igazából. Tovább még a következő képre, akkor azt mutatom meg, hogy mit hívott a Lions. Az a 5-en vannak, valakit szabadon kell hagyni, tehát hogy sok választásuk ilyen szempontból nincsen. Középen nem hagyhattak szabadon senkit, hiszen sokkal gyorsabban odaér Baker Mayfieldre, az a legrövidebb út, hogy ott nem hagyhatnak szabadon senkit. És ugye akkor két opciójuk van, vagy ezt az edge rushert hagyják szabadon, vagy a túloldalit edge rushert. Gondolhatnánk, hogy miért a legjobb pass rushert hagyják szabadon, Aiden Hutchinson messze a legjobb pass sértetője a Lionsnek. Ezt azzal oldotta meg ezt Aaron Glenn védőkoordinátor, hogy itt van Zaloni, aki a centernek a bal, vagy hát centernek a jobb oldalára állt, a mi kamerálásunkban a bal oldalára állt fel. Igazából nincs választása
a Buccaneersnek, hiszen a centernek biztos, hogy a nose tackle-t kell megblokkolnia, hiszen ha nem őt blokkolná, akkor most megblokkolhatja a linebackert, csak itt a guardnak kéne a nose tackle-t felvenni, az egy nagyon nehéz blokk. Tehát onnan bemozogni egyből az egy nagyon nehéz blokk. Ha pedig azt mondjuk, hogy a center biztos a nose tackle-t veszi fel, akkor matematikailag nincs sok választásunk. Tehát akkor két ember megblokkol két embert, két ember a háromból a két belsőt fogja megblokkolni. És nyilvánvalóan akkor Hutchinson üresen fog maradni. Úgyhogy ez a protection, így tudják beállítani igazából. Erre akartam levezetni az egészet, és tovább megyünk a következő képre. Akkor látjuk, hogy megy is, hogy kit akar megblokkolni. Hutchinson meg indul Mayfieldre. Az a trükkje az egész dolgnak a Lions szempontjából, hogy itt Barnes, illetve Jack Campbell, a két linebacker, ők nem is mennek igazából az irányítóra, hanem ők mind a ketten visszalépnek coverage-be. Így igazából négy embert küld csak a Lions, és még így is megy blokkolatlan emberük, úgyhogy... Pedig így a matek már fordulna, hogy igen. Akkor van öt darab támadó falembered, de csak négyen. Így van, tehát hogy elvileg ötelen vannak négyre, csak mivel a protection már beállították, hogy nekem őt kell megblokkolnom, és nem figyelek a szélsőre, ezért ha elindul felém az ember, akkor én fel akarom venni, látom, hogy ő visszanép, akkor már nem fog tudni kiérni hátra, és nyilván Gadi kise hátra. Ha valaki ugye szemből full gázon érkezik, akkor igen. Úgy, hogy egyébként fölkészülsz arra, hogy kit fogsz blokkolni, majd ki kéne egyébként a szélre lépni, ezt úgy meg lehetett volna oldani, hogyha Mayfield talál célpontot és gyorsan eldobja? Pontosan ez az egésznek a lényege, a protectionnek a lényege, hogy Mayfieldnek tudnia kell, hogy ő blokkolatlan lesz. Tehát ő egész biztos benne, hogy a blokkolatlan lesz, tudja, mert ő állít. Vagy ő állította be, vagy a center állította be a protection-t, de hogy Mayfield is nyilvánvalóan tudja, hogy merre fog blokkolni a támadófalt. Tehát tudja, hogy Hutchinson szabadon fog jönni a jobb oldaláról, úgyhogy ezt úgy nevezzük, hogy ő hát jelenleg, tehát ő tudja, hogy neki gyorsan kell szabadni a labdától. Menjünk a következő képre, és akkor ott is látni fogjuk, hogy a két linebacker ugye kilépett, és itt vannak négy az ötben. Okosabb lesz volna, hogyha hamarabb léptünk a következő képre. De itt látjuk, hogy a két linebacker visszalépett hátra, és hátra coverage-be, és pontosan ezért nem fog találni Mayfield embert, és akkor most látjuk, hogy a következő képre most már tényleg, hogy itt ide akarja dobni Mayfield. Tehát ő el akarta dobni gyorsan, csak amivel Barnes visszalépett ide hátra a coverage-be, így nem tudta oda dobni a labdát, és akkor megyünk a következő képre, akkor látjuk, hogy ott Evansnek volt egy slant útvonala, és odalépett ugye vissza Barnes, és azt nem tudta megjátszani. Annyi kritikát, hogy megfogalmaznék Mayfield irányába, hogy a másik oldalon ott volt Godwinnak a befelé jövő útvonala, nyilván ide is visszalép a másik linebacker Jack Campbell, itt azért több hely van. Fent több hely van. Ráadásul ugye azt is szokták általában tanítani az irányítóknak, hogy amerről érkezik a nyomás, oda dobjál vissza, mert ugyan elvileg blokkolhatja, tehát hogy az a veszély fennáll, hogy blokkolni fogja a pass rusher, de általában ugye onnan jön el egy ember coverage-ből. Tehát ott lehet egy üresebb zónán. Ott lehet egy üresebb ember. Ráadásul azt is tudta, hogy itt kisebb a hely. Tehát hogy ugye ezen a hashmarkon volt a snap, ezért erre az oldalra kisebb a hely. Tehát oda visszalép valaki, ott sokkal nehezebb ezt megoldani a játékot. Ha erre az oldalra visszalép, ráadásul ez egy mélyebben bevágó útvonal, tehát itt jóval nagyobb terület alakult ki, és ezt is tudnia kellett volna a Mayfieldnek. De igazából arra akartam az egészet kiegyezni, hogy ugyan nagyon úgy néz ki, hogy ez a jobb oldali tackle-nek a hibája, de a protection beállításától függ, hogy neki kit kell megblokkolni, és Hutchinson nem tartott ezek közé, szóval egy kis támadófal protekció tudás volt itt a mai elemzésünk, amit mindenki várt szerintem. Igen, és akkor hasonlóan egyébként, amikor ugyanígy érkezett, szerintem pont ugyanerről az oldalról Melifonvu, akkor hasonló volt a helyzet. Hasonló, igen. És ott is elméletileg, ha a matekot nézzük, ha itt több, igen. Ott akkor kevesebb, és meg lehetett volna oldani. Hát Baker Mayfieldnek nem ez volt az egyetlen hibája, ez viszont egyetlen. Igen, viszont a Lions-t emeljük ki, mert Aaron Glennnek nagyon jók az ilyen szimulált nyomása, ugye ez azt jelenti, hogy úgy teszel, mintha sok embert küldenél, és végül mégsem, mert annyi mégis tudsz elhozni egy blokkolatlan játékust, ezeket ő nagyon jól csinálja, és ebből is látszik, hogy nagyon jól ki van találva ezt, hogy ezt pontosan tudta, hogy blokkolatlanul fog érkezni Hutchinson, mert nincs más választás az ellenfél támadófalának, úgyhogy jól manipulálta itt a támadófalnak a szabályait, és ezért nyilván a Niners-szerű meccsen is majd problémákat fog szerintem okozni a San Francisco-nak. Meglátjuk, hogy Brock Purdy el tudja dobni előbb majd azt a labdát. Érdekes mérkőzés lesz.
Már csak két mérkőzést rendeznek a hétvégén. Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens, ezzel kezdünk. Mi is, hát mi lesz ezen a meccsen? Mahomes megint idegenben. Nehéz kérdés, mert a Chiefs azért most tényleg a legjobb formában van az egész évet tekintve, valószínűleg. A Ravens-t meg nem tudom, mikor láttunk utoljára jobb csapatot így összességében. Azt gondolnám, hogy a Ravens a meccs esélyese, de meg a fogadóirodáknál is egyébként a Ravens az esélyes, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a két védelem hogyan tudja felvenni a versenyt a két támadó sorral, sőt inkább az, hogy a két védelem hogyan tudja diktálni, mert ők mind a ketten azért diktálni szeretik az iramot, olyan szempontból, hogy nem az, hogy jó, akkor majd reagálgatunk, és odafigyelünk, és majd meglátjuk, mi lesz, hanem ők tényleg két top egység, a rájátszás most már két legjobb védelme, most nincsen sok csapat, de a Ravens az egész év már a legjobb védelme volt, egy Chiefs is szerintem top 5-ös volt a legtöbb mutató szerint, szóval az ez két nagyon jó védelem, és nagyon kellemetlen védelem olyan szempontból, hogy a Spagnuolo egy kis sokat viccelnek, Lamarnak tudtuk, ez nem volt a legegyszerűbb feladat, vagy a legegyszerűbb erre választ találni, most valószínűleg jobban fel vannak, mert erre készülve a Texans elleni mérkőzés után. A túloldalon meg, amit Mike McDonald csinál, az meg egészen elképesztő, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy Mahomes ezt hogy tudja majd megoldani, amilyen kihívás elé állítja őket, vagy őt a Ravens defense. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok erre a két matchupra, és nem is igazán tudok így hirtelen jósolni, hogy pontosan mik lesznek a taktikák, mert mind a ketten azért sok mindent tudnak. Nyilván valamennyire tudjuk, hogy hogyan néz ki ez a két védelem, meg miket szeretnek csinálni, de biztos, hogy fognak valami különlegesre készülni erre a meccsre, amit nyilván innen nem fog tudni megjósolni. Persze, ugye az is egy nagy kérdés, én azt hiszem láttam, hogy Ray Lewis-t és Okan Smith-t hasonlították össze, hogy a pályafutásuk alapján milyen számokat hoznak, hát nagyon hasonlóak. Nem is feltétlenül igazából a számaikat hasonlítják össze, hanem az egész alapszakasz második felétől kezdve kezdett kialakulni egy olyan narratíva a Baltimore Ravensnél, hogy nem csak, hogy a poszt azonos, nem csak, hogy a számok nagyon hasonlóak, hanem úgy összességében a viselkedés, illetve maga az a karizma, ami egyébként kialakult körülöttük, az mennyire hasonlít mondjuk Roquan Smith esetében ahhoz, amit Ray Lewis képviselt. Nyilván azért, és erről beszéltünk korábban közvetítésben is, hogy azért egészen más a két játékos, más a kor, és azért Ray Lewis szerintem akármit csinál Roquan Smith, nem fogja tudni utolérni, legalábbis így kultikusság és legendás státuszt figyelembe véve. De az érződik, és egyébként ez nagyon furcsa látni, hogy egyébként úgy képvisel egy abszolút győztes mentalitást, aki mondjuk már nyert mondjuk legalább egy bajnokságot, hogy közben pedig a közelében sem volt ezzel a Chicago Bears-szel, de mégis az, hogy átkerült egy ilyen kultúrába, rögtön magára tudta rántani mindazt, ami kell ahhoz, hogy valaki ilyen szintű vezérré tudjon előlépni. És szerintem ez itt inkább a kulcs, mert az, ahogyan a körülötte levőket jó játékossá teszi. Tehát például az, ahogyan Patrick Queen azóta játszik, hogy megérkezett mellé Roquan Smith, és ahogyan játszik idén Patrick Queen, az ugye még a tavalyi félszezonhoz képest is egy komolyabb szintlépés, az mindenképpen nagyon sokat tesz hozzá, és Smith játékát szerintem ilyen szempontból sem lehet kellőképpen értékelni, mert ez az, amit igazából csak vélelmezni lehet, hogy mekkora hatása van a többiekre. Erről nincsenek konkrét adataink, csak annyi, hogy Patrick Queen egy jobb játékos lett. De hogy ez így hogy jött össze, nyilván neki is könnyebb helyzete van, tehát azért persze. Az látszódott, hogy Queennek az, hogy ő legyen egy védelemnek a vezére játékhívás terén, és hogy nagyon sok nagy játékot kelljen megcsinálnia, az neki egyszerűen nem fekszik. Egyszerűen az, hogy túl sok mindenre kell odafigyelnie, az neki nem feküdt, legalábbis a karrierje korábbi részében. Smith viszont ebben nőtt bele, tehát amikor megérkezett a Chicagóba, ugyanez volt a feladata, és ott ő átesett olyan hibákon, amiket ugye Queen elkövetett, csak annyi a különbség, hogy egy érettebb játékos valószínű Roquan Smith már az első napjától kezdve, mint Patrick Queen lesz nagyon valószínű egész karriere során. Kettő, amit még mindenképpen hozzá kell tenni, hogy ott pedig a Chicagónál nem volt annyira nagy eredménykényszer. Itt azért a Ravensnél van. Ezt a két srácot hasonlítjuk össze, ugye, ha jól emlékszem, Mahomes is azt mondta, hogy hát a Jackson simán megérdemli, hogy MVP legyen, mert mennyire jól játszott. Két ilyen nagyon jó irányító. Ez az első mérkőzés, az első playoff mérkőzés, most nem tudom hirtelen, ahol két darab 30 év alatti már MVP játékos csap össze. Ez is egy érdekes statisztika, érdekesség inkább.
rendkívül ez a két játékos, tényleg most nem kell itt irányító rangsorokat felállítanunk, valószínűleg mindenki Mahomes az első, vagy konszenzus szerint Mahomes az első, Lemarius meg második, harmadik, valahogy negyedik, valahogy ott a top négyben. Zseniálisak mind a ketten, tehát sok minden szerintem nem lehet hozzáfűzni ehhez, mert nem ugyanazzal a játékstílussal teljesen, de mind a ketten zseniálisak a maguk módján. Hát olyan meccs lesz, amit jó lesz nézni? Tehát, hogy mindegy, hogy nagyon remélem. Szurkolóként kötődsz-e bármelyik csapathoz, vagy csak simán szereted a jó amerikai focit? Szerintem igen, és egyébként, hogyha visszanézzük, egyébként a Chiefsnek a meccsei, főleg a playoffban azok általában ilyenek, hogyha nem egy nagyon-nagyon nem rájátszásban való csapat ellen találkozik, akkor azért itt a Buffalo Bills elleni meccseket, akár az előző hetit, akár az előző években itt, akár a Cincinnati Bengals elleni mérkőzéseket idevéve, a Chiefs egyébként mindig tud jó meccset játszani, ez a Baltimore Ravens pedig egy túl jó csapat ahhoz, hogy ne tudjon jó meccset játszani, és minden csapatnak, mindkét csapatnak megvan egyébként papíron szerintem a válasza arra, hogy mit csinálhat az ellenfél. És nem arról van szó, hogy na akkor van egy olyan játékelem, amit nagyon-nagyon ki lehet használni, és azzal tönkre lehet tenni az ellenfélnek a játékát, akár védő, akár támadó oldalon, hanem mind a két csapat nagyon rugalmas, és nagyon jól tud improvizálni, és nagyon jól tud reagálni, miközben védő oldalon pedig diktálni szeretnek. Tehát ebből a szempontból kifejezetten érdekes lesz mind a két szituáció, hogy melyik csapatnál van a labda. Nincsen olyan, szerintem legalábbis, hogy jobban kell figyelni azt, amikor a Baltimore-nál van a labda, vagy jobban kell figyelni azt, amikor a Chiefs-nél van a labda, mert mind a két esetben lesznek olyan párharcok, olyan megoldások, olyan apró finom hangolások, amik miatt mélységeiben is egy nagyon érdekes meccs lehet, meg persze mindenki reménykedik abban, hogy azért egy látványos, szórakoztató meccs lesz, ahol sokszor változik a vezető kiléte, és akkor a végén eldől, mint a Bills elleni. Azért két nagyon jó offense, két nagyon jó defense van a pályán, tehát nagyon rossz meccset ebből nehéz kihozni. Most azt, hogy nem lesz látványos meccs, az elképzelhető, mert lehet, hogy mind a két védelem tudja nyerni nagyjából a párharcait, és akkor ez egy kevés pontos meccs lesz. Azt azért, hogy nem annyira látom, hogy ez egy sima találkozó lesz. Talán emeljük, hogy Joe Tooney megsérült a Chiefs-nél, ugye egy old pro guardról van szó, és mindenki hiányozni fog, mert így a támadó fal azért sebezhető, mert a két tekő eddig is sebezhető volt. Most eddig mindig a belső fal volt. Belső fal nagyon jó volt, és most azért ott is lehet probléma, és ugye Justin Madubuike, a Ravens defensive tekője is rendkívül jól játszik idén, Michael Pierce is, meg hát amilyen blitzeket hív ez a Ravens, meg amilyen szimulált nyomásokat csinálnak, azok egészen elképesztőek, és az okozhat meg egy problémát, hogyha nem lesz ott a legstabilabb pontja talán a támadó falnak. Kelsey és Andrews is, vagy Kelsey és Likely? Hogy lesznek a Titanek? Úgy tűnik, hogy játszik Andrews, és neki van a jobb matchupja, mert Kelsey-nek ugye Rockman Smith és Patrick Queen ellen kell játszani. Ami főleg a múlt heti Bills elleni linebacker duóhoz képest egy elég nagy minőségbeli ugrás. Igen. Fogalmazunk így, hogy Kelsey-nek nehéz dolog, azt kíváncsi vagyok, hogy őt mennyire sikerül bevonni a játékba a Chiefs-nek, mert nem lesz egyszer, és őt ki tudja venni azért a Ravens, akkor oké, megint lehet bízni Marquez Valdez-Scantlingben, de nem biztos, hogy lesz két ilyen jó meccs egymás után Valdez-Scantlingnek, vagy összességében a Chiefs offense-nek. Igen, ráadásul ugye a Tooney a futójátékhoz is nagyon hiányozni fog, futójátéknál is nagyon hiányozni fog. Pacheco sem azért 100%-os. Igen, mondjuk erőből megoldja ezeket a szituációkat, átmegy mindenen, de igen, szóval a futásblokkolásban is azért Tooney mindenki hiányozni fog, mert talán inkább ott lehet verni a Ravens, vagy ott egyel sebezhetőbbek talán, és hogyha nem megy annyira jól a futójáték a Chiefs-nek, hogy egész évben szinte nem ment annyira a futójáték, most múlt héten nagyon jól ment, és kíváncsi vagyok, hogy ezzel most mi fog történni. Andy Reid, vissza fog vonulni? Ha már Kelsey-t nem felhoztam. Nem. Nem nagyon indokolja, semmi sem, hogy neki így már de azt kéne nézni. Ezt ilyen nagyon halk spekulációk voltak most erről, de szerintem ez megint nem a komoly helyzet még. Na, hát akkor inkább beszéljünk a Detroit Lions San Francisco 49ers találkozóról. Ez mennyire lesz sima, mennyire lesz kiélezett? Még jobban benne van azért a sima faktor, szerintem, mert a... Hogy nyer a Lions? Igen. Nem fog esni az esély, úgyhogy a Niners. Igazából ez a különbség, hogy az vagy, ha nem fog esni az eső, és most úgy néztem a derésányt, hogy nem fog, azért ezt nagyon nehéz megállítani, ezt a 49ers offense. Mert ha Purdy megint elhibázza folyamatosan a passzait, akkor az egy másik szituáció, de amikor nem esett az eső, akkor nem ilyen volt az egész szezonban, szóval ezt a Ravens meccset leszámítva. Úgyhogy én azt várom, hogy azért a Niners offense nagyon menni fog. Nyilván a Lions futásán nagyon jó,
és ott okozhatnak problémákat, de azért azt is láttuk, hogy most múlt héten is azért a Buccaneers is egész jól tudott futni, vagy meglepve jól tudott futni, szóval nem biztos, hogy itt is akkora előnyük lesz, és ha még a labdázni oldalán maradok, akkor még az nagy kérdés, hogy Hutchinson megy majd ugye Colton McKivitz ellen, aki ellen azért lehet, akit el lehet bizonytalanítani, vagy nem egy jó jobb oldali tackle, ott azért Hutchinsonnak lehet előnye, és akkor van esélye a Lionsnek nyomás gyakorolni, csak hátul annyira rosszak, főleg a szélső corner posztokon. Nyilván megint, ha nem lesz Deebo Samuel, az megint nem segít, mert ő egy nagyon fontos része itt az offense-nek. De szerintem ezt a Niners offense nem igazán lehet majd megállítani ez a meccsen. Azért, ha a McCaffrey fut ellen, azért ez egyen nehezebb, mindegy, hogy mennyire vagy jó. Igen. Összességében egyébként a Detroitot lehet félteni ettől a meccstől, de egyébként ugye ennyire féltettük a Green Bay Packerst is az előző játék héten. Hát azt nem majdnem. Ha nem esett volna az eső, lehet, hogy akkor nem. Vagy ha nem segít meg Deebo Samuel. Nyilván kisarkítom itt az esőre dolgokat, de azért nagy különbség van a Niners-ben, vagy Purdy játékában az eddigi tudásunk alapján, hogy esőben vagy nem esőben játszik. Két meccse volt esőben, de mindenkit rossz volt. Tehát neki nem is az ellenfél védelme a nagy ellenség, hanem az időjárás. De látok, hogy ugye neki elég kicsi a keze, ami időjárási viszontagságok között nem egy jó dolog, nehezebben tudja megfogni a labdát, stb. Látok azt is, hogy mikor hátra lépett passz közben, meg átfogta a bal kezébe a labdát, és megtörölte még a töröl közében a kezét, és ez emiatt el is késett például arra az adott dobásra, amiről erről volt egy videó. Valószínűleg ez többször is megtörtént a mérkőzésen, szóval azért ez egy nagy hátrány. És Jared Goff? Vagy nem domban játszik, hanem kint? Az probléma. Steril idő lesz végül is. Hát igen, de azért igen, tudod, még nem olyan rossz, mint neki is rosszabb van elsőben, tehát ugye ez is egyértelmű, hogy neki is kicsi a keze, neki sem megy az időjárási viszontagságok közepette. Most ugyan ez annyira probléma, nyilván nem örül valószínűleg, hogy nem domba játszik, mert nagyon szeret fedett pályán játszani. A labdázni oldalán az lesz az érdekes, hogy a Lions jól tud futni, a Niners nem fogja jól a futást, tehát ott itt van előny a Lionsnek. Eleve, amikor passzjáték van, ugye a Lions vagy Goff a pálya közepét szereti legjobban támadni. Fred Warner és Dre Greenlow meg a másik legjobb linebacker duo, a Roquan Smith-Patrick Quinn. Igen. Kettős, mert ez a két duo, hogy magasan kiemelkedik az egész ligában, és ők Warnerek nagyon jól tudják venni a pálya közepét, úgyhogy passzjátékban nehezebb lesz szerintem jó dolgokat csinálni a Lionsnek. Kérdés, hogy a futójátékok mennyire lesz elég ez a meccsen, meg hogy tényleg pályaszélét mennyire tudják használni, ami nem az erősségük. De a futójátékhoz az is kell, ugye Regnault azért láttuk, hogy azt az előző meccset megsínlette, mellette azt hiszem a jobb oldali gárd is. Jonah Jackson is, igen. Ő is kérdéses. Na most, ha középről hiányzik két ember, ahogy kiemeltük, hogyha Kansasben is a Tooney nincs ott, azért biztos vagyok benne, hogy összedrótozzák, tehát hogy kizár dolog. Igen, hogy... de közben pedig arról nem nagyon beszéltünk a szezon során, hogy a Detroitnak pont a belső fala lett volna az erőssége, hanem sokkal inkább a két tackle. Hát igen. Úgyhogy talán, hogyha valahol legyen... sérültet kell elviselni a támadó falon belül, akkor lehet, hogy inkább belül egy guard legyen. Igen, mert center ne, mert Regno nagyon fontos rész, tehát ő ne, de hogyha valamelyik guard megsérül, az még a legkisebb probléma. Mert tényleg, amit Penei Suellel is fognak ezen a meccsen is játszatni, nagyon ugye rendkívül atletikus jobb oldali tekerről van szó, és olyan dolgokat csinálnak vele, amit talán egyik másik jobb oldali tekerről sem. Ha hasonlít akarok, akkor pont a Ninersnél Trent Williams ugye a bal oldalon, aki hasonló dolgokat lehet csinálni, annyira atletikusak, annyira az milyen fal lenne, nem? Ez a két igen. Játékos van a két szélen. Igen, az olyan durva dolgokat lehetne csinálni, az egy támadó edzőnek az álma lenne minden bizonyan. Szóval az érdekes lesz, és ugye a Ninersnél is a két defensív endők, ők nagyon agresszívan támadják belülre a futókat is, meg a pass protectionben is, vagy pass rush-ban is, de a Packers is megmutatta, hogy ezzel azért lehet mit kezdeni, mert itt a Chase Young is, mikor elindult befelé, akkor a tight end, vagy akár egy elkapó is oda ment kívülről, még beljebb taszajtotta egy kicsit, és akkor simán ment a külső futás. Úgyhogy ez szerintem a Lions-nél is egy nagyon fontos taktikai elem lesz. Majd a mérkőzésen például az látjuk majd, hogy Penei Sewell kimegy Chase Youngon kívülre, Youngot beljebb tolja valamelyik tight end, vagy valamelyik elkapó, és akkor Sewell mögött mehet a futás. Tehát ilyeneket biztos, hogy fogunk látni, és szerintem ez működőképes is. Aggódok amiatt, hogy a passzjáték nem fog eléggé működni, és ezért szerintem a Lions-nek nem annyira fekszik ez a meccs.
Amit még sokszor láthatunk szerintem, főleg akkor, hogyha nem lesz Samuel, vagy George Kittle kimegy a szélre, mert eleve igazából a Detroit Lions védekezése a tight endek ellen kifejezetten sebezhető. Uh-huh. Tehát, hogy alapvetően is, hogyha van Samuel, és hogyha teljesen a saját komfortzónáján belül játszhat ez a 49ers, akkor is egyébként Kittle belülről indulva ugyanúgy megkaphatja azokat a labdákat, és ott is egy igen komoly mismatch alakul ki a tight end, illetve a Detroit játékosai között. Na most, hogyha Kittle-t kirakjuk a szélre, akkor ez a különbség ez még nagyobb, és az viszont egy olyan párharc lehet, amit 10-ből 10-szer fog keresni Purdy, hogyha ez megvalósul, és ott egyébként egy igen komoly problémát találhat majd a pályán a Detroit, amit nem nagyon fog tudni megoldani azon kívül, hogy duplázzák Kittle-t. Ha pedig duplázzák Kittle-t, akkor pedig máshol lesz. És azért nem arról van szó, hogy ha Kittle-t kiveszik a játékból, akkor minden megvan oldva, mert akkor ott van Brandon Ayuk, akkor ott van Christian McCaffrey, akkor ott van még Kyle Juszczyk, tehát hogy tényleg az a legdöbbenetesebb ebben a 49ers-ben, és most, amikor beszélünk erről a párharcról is, hogy hiányzik a liga egyik legjobb, vagy legfontosabb elkapója az adott csapatból, és egyszerűen nincsen meglőve az együttes. Tehát, hogy annyi mindenhez nyúlhat, akár emberállományt tekintve, akár pedig a sémát tekintve, hogy ez nem lesz valószínű tényező, mert ezen a nehézségen felül tud kerekedni ugyanúgy a Niners. De szerintem abból mindenképpen sokat láthatunk, és az egy nagyon-nagyon fájó pontja is lehet a meccsnek, hogyha már rögtön az elején ezt a meccsapot ki tudja használni a Niners. És nem is kell egy annyira nagyon jó irányító. Na, itt a két irányító közül amúgy ki a jobb játékos? Mert ugye Purdy nagyon jól működik ebben a szisztémában. De őt nem láttuk más szisztémában, igen. Tehát emiatt így igazából csak abból tudunk kiindulni, hát amit eddig láttunk tőle, és amit láttunk eddig tőle, azt már Danival megbeszéltük szerintem ugyanennél az asztalnál, hogy az a legjobb Kyle Shanahan irányító teljesítmény, amit valaha láttunk. Úgyhogy ebben a rendszerben Brock Purdy egy jó irányító. Neki meg nem a Detroit Lions rendszerében kell jónak lennie, nem a Kansas City Chiefs támadó fala mögött kell jól szerepelnie, nem a Baltimore Ravens támadó oldalát kell irányítania, hanem ebben a rendszerben kell jól szerepelni, azt meg megteszi. És ugyanígy egyébként Jared Goff is ebben a rendszerben, meg ebben mögött a támadó fal mögött nagyon jól játszik. Ezért is vannak itt a főcsoport döntőben, és az egyik Super Bowl-t fog játszani. Így van. Néztem, hogy mi az, amit várnak a szakértők, milyen párosítás lesz a Super Bowl-ban. A legjobban ezt tetszett nekem, Taylor Swift Eminem ellen. Igen, valószínű. Úgy szereted a bulvárt, úgyhogy tudtam, hogy ezt tetszeni fog neked. Ha már ilyeneket nézzünk, akkor az utóbbi nem tudom hány Super Bowl-ban, ahogy megcsinálták a grafikáját a Super Bowl logójának, a két szín volt, és mindig olyan színű csapatok játszottak a döntőben, ez most mondtam, két-három éve így van, most lila a piros. Úgyhogy Ravens, 49ers. Hát és azért és ugye még a győztes is kijön, mert mindig azt hiszem az a csapat volt, amelyiknek a színe alul helyezkedett el a logó. Ezt már nem tudom. De ezt már nem tudom, én se ilyen pontra, csak velem is szembe jött, és így oké, az egy dolog, hogy a Super Bowl párosítását elspoilerezik ezzel, de hogy egyébként még a végkimenetelt is. És most ki volt alul? Nem emlékszem. Azt hiszem a Ravenst hozzák ki. De is egyébként szerintem így fog kinézni a dolog, úgyhogy... Na, Dani, te szoktad vállalni... Ravens 49ers. Isti, akarsz, nem akarsz? Marad ez. Két első kiemelt. Egyébként annyira jó volt a két csapat, igen, egymás elleni alapszakasz meccse is, hogy szerintem akarja mindenki látni ezt úgy, hogy Purdy nem adja el négyszer a labdát. Nézzük meg ezt újra. Akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma is, önöknek pedig köszönjük a figyelmet természetesen. A főcsoport döntők után is jövünk majd adásunkkal, addig pedig olvassák a sporthíreket. A sportál.hu-n extra NFL-es tartalmakat olvassanak a fűzővel kifelé, a mérkőzéseket pedig nézzék meg élőben a Network 4 csatornáin. Viszontlátásra!